Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ahol össze tudom hasonlítani a horoszkópotokat. És visszatérve a kérdésekre, az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt ez a kép szimbolizálja a hegyet, vagy egy sziklát. Itt vannak olyan gondolatok, ami úgy foglalkoztatja őt, nyomasztja őt. Az lehet, hogy itt a gyermekekről van szó. Előfordulhat, hogy most nincs kapcsolat köztük. Amit a hegy még jelenthet, természetesen hegyvidék, egy kirándulás, és amit ez a kártya még szimbolizál, a problémák, a nehézségek, valami blokkolja őt, holott ártatlan, mert ez a gyermek utal ártatlanságra is. Amit a gyermek még jelenthet, hogy lezárja ezeket a témákat, ami nyomasztja őt, ahol problémák vannak, és itt lesz egy új kezdet. Tehát ez a terve. Hogyan érzi magát? Itt ezzel a kasszával elvág valamit. Például a félelmeket, a bizonytalanságokat, vagy azt, ami blokkolja őt. Utána lesz itt ez a könnyűség, a játszadozás, és amit ez a kártya még jelent, ezek a beszélgetések. Keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled, lesz egy új kezdet, a nehézségek elmúlnak, mert ez a kasza elvágja a hegyet, tehát lezárja ezeket a témákat vagy kapcsolatokat. Mit fog tenni? Itt látható a korbács, valami fáj neki, valami még nyomasztja őt, amiről ő beszámol. De le akarja zárni ezeket a dolgokat. Lehet, hogy köztetek volt félreértés, és keresi a kapcsolatot, bocsánatot kér, közeledik hozzád, és itt ez a kép jelenti a természetet, lehet, hogy kirándulni akar veled, vagy találkoztok a nyilvánosságon. Itt van az ártatlanság, egy új kezdet, a beszélgetések, a problémák, a viták, a félreértések lezárulnak. Lehet, hogy nem veled volt a vita, hanem valaki mással, és beszélni fog erről. Kiderül az igazság, itt megjelenik a nyilvánosság. És mi köt össze benneteket? Itt látható a pecsét, tehát ez egy biztos dolog, egy tartós kapcsolat alakul itt ki köztetek. Itt lehetnek szerződések, vagy egy fontos hír, amikor ő beszámol valamiről, amit tisztázni kellene kettőtök között. Rendezi a dolgokat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!